Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa TV híradóját látják 2020. január 14-én este 7:30-tól. Új célok és megújulás, évindító ülés tartott a TEI-t. Már minden fontos információ fent van a NAV honlapján. Elindult az idei elektronikus személyjövedelemadó rendszer. Hagyományos programok is új lendület 2020-ban. Hazai versenyekre és bárra készülnek a homokmégyi dzsúdósok. Új célok kitűzésére és megújulására készül a TEI-t, hangzott el balatonfüledi ülésükön. Hagyományaikhoz hűen az évindító találkozójukon nem csak a társulás értékelte 2019-et, hanem a paksi atomerőmű is. Most először a Paks 2 projekt kapcsán is érkeztek szakemberek, hogy egy kölcsönös párbeszédbe kezdhessenek a társulással. Hagyományaikhoz hűen a Balatonfüredi Rekreációs Központ és üdülőben tartotta a TEI-t évértékelő évindító ülését, köszönhetően a paksi atomerőmű vendégszeretetének. A termelési és biztonsági mutatók alapján igazán remek évet zárt az atomerőmű, amelyről a polgármestereket Pekárik Géza vezérigazgató tájékoztatta. 2019-es évenk jól alakult, mind a termelés, mind a gazdasági adatok tekintetében, és hát alapvetően a nyíltság, őszintesség politikáját folytatjuk a napi gyakorlatunkba, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a környezetünkben élők, függetlenül attól, hogy vannak kapcsolatban közvetlenül az atomerőművel, hogy nincsenek, tájékozottak legyenek, és lássák azt, hogy mi történik, láthassák azt, hogy mi történik az erőműve, és hogyan működünk. A cég első embere továbbá kiemelte. Nagy feladatuk lesz a munkaerő utánpótlást megtalálni és kiképezni. Készülnek tehát a feladatra. Több projektjük is a minél biztonságosabb és hatékonyabb üzemelést célozza, ezek közül a TAMF kiemelt figyelmet kap. A Paks 2-es beruházással kapcsolatban megjelent szakemberek első alkalommal vettek részt az évindító TEI-t ülésen. Becskeházi Attila a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó, infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkára tartott összefoglaló előadást arról, hogy a Paks 2-es beruházás milyen fejlesztési területeket érint, és milyen szempontok alapján készítik azokat elő. Csuka László, a PIP Kft. Ügyvezetője részletesen ismertette, mely területek iránt érdeklődnek a munkások elhelyezése kapcsán. Továbbá azt is, milyen szállástípusokban gondolkoznak. Így Pakson kívül Szekszárd, Fad, Kalocsa, Fogtó és Uszód település is elhangzott. A jelenlegi adatok alapján az építkezés csúcsidőszakában 12.500 fővel növekedik majd az itt tartózkodók száma. A TEI-t a kibővült tagoknak és az új polgármestereknek köszönhetően új lendületet szeretne venni. Egy kicsit intenzívebbé szeretnénk tenni a olyan mértékű kommunikációnkat, hogy tehát a lakosság felé eljutandó üzeneteinket, illetve egy kicsit a társulásban is van egy ilyen kis gondolkodásban egy kis megújulási szándék. Nyilván a környezetünk, illetve a kornak megfelelően nekünk is változnunk kell, ami a környezetünknek az igénye, annak megfelelően tudjuk a feladatunkat ellátnunk. A találkozó során arról is tájékoztatást kaptak a településvezetők, hogy az új Dunahídnak köszönhetően a minisztérium kiemelt figyelmet szentel egy olyan kerékpárúthálózat kialakításának a Duna mindkét partján, melynek köszönhetően a térségben megélénkülhet a turizmus. A Szekszárd és Kalocsai hídon átkelve körutat tehet majd bárki két keréken is. További egyeztetéseket és döntéseket tartogat a társulás életében az éveleje, amelyeken meghatározzák majd 2020 részletes terveit és feladatait. A Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk, elnevezésű pályázat keretén belül látogatták meg a Kalocsa TV szerkesztőségét, a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény gimnazistái. A diákok a foglalkozás során közelebbről is megismerkedhettek a helyi televízió kollégáival, illetve bepillantást nyerhettek az itt folyó munkálatokba. Egy osztálynyi diákot fogadott a Kalocsa TV szerkesztősége múlt pénteken. A tanulók a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményből érkeztek hozzánk. A látogatást a Tomori Pál városi könyvtár munkatársai szervezték. Egy pályázat keretein belül látogattunk le a TV szerkesztőségébe az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk, Kalocsa Kulturális Központ az élményszerű tanulásért nevezetű projekt keretén belül. A diákok először a TV munkatársaival ismerkedhettek meg közelebbről, majd bemutattuk nekik azokat a helyiségeket, ahol a munka zajlik.
Így először körbenéztek a szerkesztői irodában, azután tovább mentek a vágószobába, majd a stúdióba vezettük a csapatot. Ez a projekt 5 alkalomról szólt az ő esetükben. A Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény diákjait vártuk a könyvtárba, és a médiai alapfogalmakkal ismerkedtek meg, és ezután minden óra valamilyen reklámtörténetről, reklámevolúcióról, világhírű brendeket mutattunk be nekik, majd ilyen extrém reklámfogásokkal is megismerkedhettek, és tulajdonképpen egy bónusz ajándék óra volt, amelyen ellátogattunk a tévéhez. A tanulók ki is próbálhatták magukat. A képviselőtestület legutóbbi ülésén napirend előtt kért szó dr. Körmendi Szabó. A bátrabbak a súgógép előtt állva az egyik híradó felkonferálását is gyakorolhatták. Úgy láttam, hogy először nagyon félénkek voltak, majd kint a folyosón, amikor vége volt az órának, akkor pedig láttam, hogy bőszen osztották meg a Facebookon az élményeiket. Január 8-ától minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján. Azok, akik maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek a személyi jövedelemadó bevallás webes kitöltő programjához. Elindult az idei elektronikus személyi jövedelemadó rendszer, már minden fontos információ megtalálható az adóbevallással kapcsolatban. Az adóhatóság közleménye szerint január 8-ától elérhető a személyi jövedelemadó bevallás nyomtatvány és a kitöltéshez szükséges felület. Akik maguknak készítik el adóbevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, amit az alábbi weboldalról érhetnek el a legegyszerűbben. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetőek. A NAV felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapu nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az általános nyomtatvány kitöltő programmal, vagy akár papír alapon is. A NAV bármelyik ügyfélszolgálatáról beszerezhető, valamint az e-személyi jövedelemadó oldalról letölthető az üres bevallási nyomtatvány. A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken át az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek, az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyekig elkészíti az adóbevallási tervezetet. A személyi jövedelemadó bevallás és befizetési határidő egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20-a. Saját adóbevallási tervezetét március 15-től mindenki megnézheti az ügyfélkapun keresztül. A személyi jövedelem adó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papír alapon is. Színházak Magyarországon a Monarchia korában címmel előadást hallhattak az érdeklődők a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban. A Tomori utcai kulturális helyiség mostani programja is sok látogatót vonzott. Újabb programot tartott a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub a múlt hétvégén. Mint megszokhattuk, az alaksori terem számos kulturális rendezvény helyszíne, ahol a kiállítások és a könyvbemutatók mellett megfér egy-egy érdekes történelmi előadás is. Erre volt példa péntek este, mikor itt Szajtányi Endre a Monarchia korában működő magyar színházakról tartott ismertetőt. Összeszedtem képes lapjaim közül a színháziakat, válogattam és eljutottam oda, hogy a Monarchia területének színházait megpróbálom összerakni. Utána újabban szűkítettem a kört azzal, hogy csak olyan képes lapot rakok ki, amely a Monarchia korában, lett postailag felhasználva, és az érkeztetési bélyegzők is rajta vannak. A beszámolót így fotók is segítették. Az a legérdekesebb az egészben, hogy a Monarchia korabeli színházakat megmutatva, mik a hasonlóságok, illetve az eltérések, illetve melyik építésziroda milyen épületrendszereket alkotott meg, itt kiemelve a Fellner-Helmer építészirodát, ez egy bécsi építésziroda, aki Európában közel 50 színházépületet épített meg. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, szépsége, de nem ezeket emelném ki, hanem az egyedi darabokat, amik sajnos már nincsenek meg. Egy elég komoly listát tudok mondani belőle, kezdve Hózmezővásárhely, Makó. A most bemutatásra került anyagban 6 színházépület szerepelt. Amit kiemeltem így építészeti, illetve statikai rendszerben, az a Veszprémi Színház, amelyet egy Skalnicki nevű építész, illetve az ő építész irodája tervezett,
Ez az épület az első Magyarországon színházépület, mert azért más létezik, amely vasbeton szerkezettel készült. De mellett szóba került például a Soproni Színház is, ami szintén vasbeton födém szerkezetet kapott. Január 27-e és 30-a között ismét elektronikai hulladékokat lehet leadni a kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskolában. Mint korábban, most is az intézmény alapítványához kerül a befolyt összeg. Évente több alkalommal is megszervezik ezt az akciót az iskolában. Ebben a tanévben is volt már lehetőség a használhatatlan háztartási eszközök leadására. Egyrészt az illegális szemétlerakók száma is csökkenhet. Másrészt az intézmény alapítványa a befolyt összegből valósíthat meg évről évre különféle terveket, projekteket. Január 27-től kezdődően péntekig reggel 8 órától délután 4 óráig várják a rossz, elavult gépeket, eszközöket az iskola portáján. A korábbi alkalmakkor vittek már számítógépeket, televíziókat, videólejátszókat, hűtőket, bojlereket, fénymásolókat is. Az összegyűjtött eszközöket pénteken szállítják el Bodajkra. Az elektronikai hulladékon kívül a papírt is gyűjtik az eperföldis diákok, ami az osztálykasszát gazdagítja. Illetve szelektíven lehet leadni a PET-palackokat, az alumínium dobozokat, a kupakokat is. Nagyon sokan segítik ezt a munkát, az elektromos hulladékokat akár más településekről is behozzák az iskolába. Volt, hogy teherautóval szállították be egy-egy környező faluból az összegyűjtött eszközöket. Folyamatos a munka és a felkészülés a homokmégyi Kadokán Judo Sport Egyesületnél. A szervezet tagjai és sportolói újult lendülettel és hagyományos programok terveivel vágtak neki a 2020-as évnek. A homokmégyi judósok meghatározó szerepet töltenek be a település életében, hiszen rendszeres résztvevői és rendezői a helyi programoknak. Emellett természetesen a hazai és nemzetközi sportversenyeken is lehetőség szerint képviselik a sportágat és Homokmégyet. Legutoljára itt voltunk Belgrádban. Belgrádban lett egy aranyérmünk, meg egy másodhelyezésünk a Briski Csaba. Fekete Attila az első helyet végzett, aki most jelen pillanatban pont Skóciában van már kint, most a hétfőn utazott vissza. Ő most készül egy nemzetközi versenyre, most 18-án fog megmérettetni. A versenyek és megmérettetések mellett saját rendezésű programokban is bővelkedik majd a 2020-as év, közülük az elsőre hamarosan néhány hét múlva kerül majd sor. Most lesz február 1-én egy judós bál, a 9. judós bált fogjuk megtartani, ami már megint úgymond szerintem jó fog sikerülni. Különböző programok lesznek, ha minden igaz, akkor homokmégyi fiúk fognak táncolni. Akkor megkértük Benedek Viktóriát, hogy jöjjön el hozzánk egy kis műsort adni, valamint a csajok is ígérték, a homokvédi csajok is, hogy egy jó kis tánccal próbálják a bál hangulatát feladni, feldobni, és hát utána egy kis táncmulasság, bálos zene lesz, egészen hajnalig, ameddig bírjuk. A bál ingyenes, belépőjegy nem lesz, azonban a támogatásokat szívesen fogadják majd a szervezők. Természetesen a sportprogramokból sem lesz hiány a szomszédos településen, ugyanis idén igazi jubileumi kupára készülnek Ambrus Attiláék. 10. lesz idén a Homokmégyi CNC nagy judókupa, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy a 10. alkalom is egy nagyon-nagyon jó sikerült lesz. Eddig 9 alkalommal azt a véleményt kaptuk vissza, hogy jó érezték magukat a meghívottak, és remélem most egyre többen leszünk. Most úgy néz ki, talán, ha minden igaz, akkor most már 3 külföldi klub is fog itt nálunk szerepelni. Lesz kézdivásárhelyiek, talán ők jönnek. Akkor vannak a skótok, akik már voltak itt nálunk, és Skóciából egy klub jön, és most nemrég voltam kint, Lengedeme lehet. Van egy judó klub, ahol egy baráti klubot alakítottunk ki, és ők is azt ígérték, hogy valószínűleg el fognak látogatni hozzánk. Az Egyesület további terveiről és eredményeiről szóló teljes beszámolónkat a január 16-ai Sipszó után című sportmagazinunkban láthatják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További jó tévénézést kívánok Önöknek, viszontlátásra!